Én elmondtam a Krisztiának és a Barnának is, hogy ha itt időközi választás lesz, teljesen mindegy, hogy mennyire fog össze a Fidesz Jobbik, egy biztos, Kiskunfelegyházáról cigán szavazatot nem kap a Fidesz. Nem kap. Persze, ha a megyei székembe kerül, akkor sem. Megértette? Annyira el vagyok tökélve tekintetve, nem értek el, akkor sem. Ha 5000-et adok személyenként arra, hogy jöjjenek be is a szocikra szavazzanak, akkor is. Megértettek? Mm. És én ezt elmondtam neki. Egy szarházi, kis tíli, kis gengszterek vagytok. És be fogom hozni azokat a félegyházi romákat, akinek a barna kiadta a város területén a faírtást, hogy a szociális rászorultatnak adja oda, és 1500 forintért árulják, árulták a szociális segélye osztott fát a városban, és aki megkapta az egyesület, az az úr magé, mert meg 500 ezeret adtak a barnának. Egy ütövekedési megállapodást írtak alá a Krisztián és a hajagoség. Egyébként a hajagoség kapták meg a barnától a fát, és a hajagoség pakoltak 500-et a barnának. És a Krisztián írt velük egy olyan együttműködés megállapodást, hogy kap székházat és 3 millió forintért működési költséget. A választáson való részvételükért. Aki még nekünk segített, mondhatja azt, hogy kb. 80-90 szavazattal az a Mészárosné volt. Egyébként van. Nincs itt, tehát nincs miért, nincs tétje a dolognak. Ami ki még sokat segített a dologba, az a Kopaszoli volt a kocsmáján keresztül. A Gábor elpi által, a Gábornak sokkal nagyobb lett volna még a támogatottsága, ha a Gábor nem piálja az eszét. És ez nem titok, hát a romoló cigányokon kívül a lovágyakat pedig én hozgattam mindig közel 300 ember a városban. 11 autóba hordtuk őket be. Szállítottam. És megmondták, te igazad. Itt a Isten erőkű szabad, nem kell csinálni, semmit itt van. És mondom, az életem a legrosszabb döntése volt, megcsináltuk a láncszavazást mestek módon. Tudja, mi a láncszavazás nálunk, hogy ki hozza az üreset, visszavisz, és azt követi.